amivel folytatjuk az adást, az egy sokkal kevésbé ismert film, egy amerikai... különleges írja, csemege. Azt írja a port.hu, hogy krimi. Hát én azt mondanám, hogy ez nem, egy dráma. Ez dráma. Ez egy dráma, 135 percben, és 2002-ből, tehát egy nagyon-nagyon nem régi filmről van szó. Egy nagyon megható film. Edward Nortonnal a főszerepben, aki Montgomery Brogan játsza. Aki amúgy is remek színész, így van. Hát a legnagyobb fiatal hollywoodi színész, vagy most már nem is annyira fiatal, tehát az újabb generációból a messze legjobb hollywoodi színész. Azt hiszem egyébként tipikus egzisztencialista filmről van szó, és messze nem hollywoodi, semmilyen szempontból. Semmilyen szempontból, Spike Lee rendezésében. Ez egy avantgárd film. Ez egy hatalmas film, az én véleményem szerint. Én mindenkinek ajánlom, egy viszonylag új filmről van szó, mondom, 2002-es film. Egy heroin dealerről szól, egy heroin dealer utolsó napját dolgozza fel, mielőtt a börtönbe vonulna. 25. óra. 25. óra az eredeti cím. Szóval Montgomery Brogan szerepében Edward Nortont láthatjuk, amint eltölti utolsó szabad napját és éjszakáját, mielőtt bevonulna a börtönbe, Otisville-be, ahol 7 teljes évet kell letöltenie azért, mert heroin forgalmazott New York City-ben, mégpedig 5 teljes éven keresztül. Láthatunk a filmben egyébként konkrétan egy kuncsaftját, ahogy láthatjuk egyébként azt, hogy hogy nézett ki 5 évvel azelőtt, amikor Monty elkezdett neki árulni, és hogy néz ki 5 évre rá. Tehát láthatjuk a különbséget ennek a kuncsafnak a teljes külsejében, meg a teljes attitűdjében. Tehát magyarán egy igazi bűnöst játszik. Igen. Az Edward Norton, tehát nem egy pozitív figura. Abszolút nem pozitív figura, tehát hogy Montgomery Brogan honnan, hova juttatott el egy emberi lényt. Tehát hogy pusztán csak, hogy ne tudjad sajnálni, és mégis. Olyan, de olyan mélyen érint meg téged ebben a filmben Montgomery Brogannek ez a személyes tragédiája, ami az ő sorsa, hogy az tényleg brutális. Nekem egy személyes történetem is kapcsolódik ehhez. Amikor a 2002-ben az akkori barátnőmmel láttam ezt a filmet, én teljesen elérzékenyültem, de annyira, hogy így, hát így zokogtam, de így azóta is akárhányszor nézem meg ezt a filmet, én mindig sírok. És amikor így a könnyeimet nyeldesve távoztunk a moziból, akkor én azt éreztem rajta, hogy ilyen nagyon-nagyon hideg és nagyon-nagyon távolságtartó, mármint a barátnőm velem. És amikor így kérdeztem, hogy miért, hát most mi a baj, de akkor még mindig szipogtam, akkor azt mondta, hogy hát így ő így teljesen megvan döbbenve rajtam, hogy én hogy tudok egy ilyen rohadék iránt ilyen elfogódott lenni. Tehát, hogy én hogy tudok így együtt érezni. És akkor éreztem meg először a kapcsolatunk során, hogy ez a szerelem, ami mi köztünk van, ez hát nem az örökké valóságé. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Te is megpatod. Dögölj meg, k***cseg. Az egész tetves várossal együtt. Ne. Dögöljenek meg a koldusok a két színű mosolyukkal. Dögöljenek meg a levakarhatatlan utcai ablakmosók, menjetek el a p***ába dolgozni. Dögöljenek meg a pakisztáni taxisok a körítől bűzlő, életveszélyes ragacsaikkal. Született terrorista állatok, lassítsatok meg! Lehet, hogy elmegyek egy olyan pénis nagyobbító műtétre. Na, a Jesse buzik is. Ezek a borotvált melkasú gondipatkányok, akik a parkokban meg a tereiken élvezkednek, és a f***kukat rángatják a meleg kábelen. Dögöljenek meg a koreai boltosok a méret drága gyümölcseikkel és a műanyag virágaikkal. 10 éve rohadtak itt, és még mindig nem beszélni angol. Pusztuljanak a teát kortyolgató, kocka cukrot szapogató ruszki mafiózók. Forduljanak fel a tengerparton. Csaló, bunkó banda, húzzatok haza a fenébe. A feketébe bújt haszidokkal együtt, akik korpás hajjal lejtenek a 47. utcán és dél-afrikai apartheid ízű aranyat tukmálgatnak a csóró polgárra. Vigye a feleségének, jár ennyi. A brókerek kaphatják, mocskos kapsi kis cézárok. Ezek a szánalmas tőzsdecába imitátorok gátlástalanul nyúlják le a kis emberek tisztességes munkával megkeresett pénzét. Mi a francot csináljak vele? Az összes ilyen gyengládat akarodjon a sütre örökre. Még hogy Bush és Cheney nem tudnak erről. Menj te akkor a p***ába. Tájkoltelfia WorldCom. Mind sikasztott. A rohadt Puerto Rico-iak meg 20-an ülnek egy kocsiba. Na, ünnepeljen a csöves brigád. De a dinka dominikaiakhoz képest. Ők még így is született zsenik. Ezt tudni kell, hogy itt Norton megátkozza New Yorkot.
Tehát azt a várost, ahol ő élt és működött, és ahol börtönbe kell vonulnia. Megátkozza annak összes etnikumát, összes gettóját, népcsoportját, szegmensét, összes életformáját. Egyébként nekem, amikor ezt néztem a filmbe, ezt a hosszú átkot, ennek a nyelvezete meg a hangulata az eszembe jutott a Ellen Ginsbergnek az Üvöltés című nagyon híres, régi, kultikus, hippi, vagy hipster versé, vagy ilyen epikus költeményének egy hosszú részét, ahol szintén a New York-i, tehát így végig sorolja Ginsberg a versébe a, mit tudom én, milyen vénlányok és homokosok és buddhisták és kábítószeresek, akik, mit tudom én, zsebhokit játszanak a lépcsőházakban. Szóval, hogy ez egy véletlen analógia, vagy esetleg olvasatta ezt a Pálki ezt a verset? Érdekes eszköz a filmben, hogy a rendező bizonyos pillanatokban, amikor nagyon-nagyon fontos, dramaturgiailag fontos találkozások, vagy dramaturgiailag fontos mozdulatok történnek, akkor azokat megismétli. És akkor kétszer történik. Tehát így egymásra vágja kétszer. Egy fontos ölelés. Olyan, mintha déjà vu lenne. Igen. És ez egy nagyon-nagyon erős eszköz. Például. De nagyon fontos megemlíteni emellett Terence Blanchardnak a zenéjét, ami egyszerűen magával ragadó, és a filmnek egy utánozhatatlan atmoszférát ad. És az ilyen nagyon-nagyon-nagyon mélyre és nagyon-nagyon zsigerekig hatoló hatása van. Itt van ez a rohadék. Mert tényleg az, azt lehet mondani, hogy a heroin dealernél aljasabb, az a aljasabb patkány a földön, még a politikusnál is aljasabb patkány, azt kell, és hogy mondjam. És piti, ráadásul piti bűnöző. De igazából egy lelkiismeretlen mocskos rohadék, aki nap mint nap találkozik ezekkel a szerencsétlenekkel, akiknek valami halált ad, és napról napra nézi, hogy rohasztja le őket. Így van, ráadásul a filmből az is kiderül, hogy nem valami szenvedés, vagy nyomortanyáról jött, egy elit gimnáziumba járt, persze, ahol már füvet árult, tehát semmiféle, nem a Bronxnak a legsötétebb negyedéből, és az egyetlen kitörése az volt, hogy mit tudom én, füvet árult. Oldtimer kocsia van, elegáns lakása a legjobb környéken. Karib-tengerre megy nyaralni. Karib-tengeren nyaral, az apjának van egy saját kocsmája, semmi, tehát hogy így. És van a filmben két barátja, aki elkíséri tulajdonképpen az utolsó útjára, tehát olyan, mintha a kivégzésre menne, teljesen olyan hangulatú a film, hogy az utolsó életbe, vagy e világon itt töltött napját éli, és a legjobb barátai, és az egyik barátja, aki őszintén igazából szereti ráadásul, még az kimondja a másiknak a háta mögött, hogy megérdemli egy rohadékot. Megérdemli, de teljesen egyértelmű, hogy megérdemli, és ezért egy valódi egzisztencialista drámáról van szó, mert igen, itt van ez a rohadék, aki megérdemli a börtönt. És ő innen maga is beismeri ráadásul, hogy elszúrta. Nem lehetnek kétségei felől. És ennek ellenére, itt ennél többről van szó, egy tágabb
értelmezésről van szó, vagy nem is értelmezésről van szó. Itt arról van szó, hogy itt áll előttünk egy emberi lény, aki a szenvedés mi általunk felmérhetetlen köre előtt áll, és nem lehet vele nem együtt érezni. És itt ez már nem erkölcsi tanulság. Ez vagy már túl az, van jón, rosszon, igen, hogy így csak idézzük. Azt lehet mondani, hogy ez egy sokkal magasabb fokú erkölcsi törvény, mint a bűn és bűnhődésnek a törvénye. Ez az együttérzésnek a törvénye, amivel szembesít a film. Milyen? Hogy nem lehet nem együtt érezni egy olyan emberi lényel, aki a szenvedésnek mi általunk felmérhetetlen köre előtt áll. Mert hát azért az a börtön az... Az ott is Willy börtönben 7 év. Hát leírja, tehát el is meséli. Hogy már az első éjszaka mi fog vele történni. Igen, elmeséli Monty Brogan, hogy mire számít, az első este ki fogják rugdosni a fogait. Vascsővel verik ki a fogait. Igen. Csak, pusztán csak azért, hogy kényelmesebben lehessen őt szopatni. Tehát, hogy így ezt ő az első este. Van egy érdekes talány a film végén, ami a filmet még tovább emeli egy puszta sztoritól. Beszéljünk erről. Beszéljünk. Nem szoktuk lelőni a poént, de ez valahogy mégis egy olyan, hogy kéne a film legvégéről beszélni. Mindenképpen kell a film legvégéről beszélni. Mert hogy valami nyitva marad benne. A film legvégén az apja, Monty apja, felkínálja Montynak a szökés lehetőségét, azt mondja, hogy elviszlek téged nyugatra ezzel az autóval, nem kanyarodunk le jobbra a börtön felé vezető autópályára, nem elindulunk nyugat felé. Nagyon szép képek következnek, ami ráadásul Amerikának a mítikus múltjába is belevisznek, ugye a sivatag jön, és a Monty apja mondja az autóba, hogy azok a kisvárosok a sivatagba menedékekként épültek egykoron. Nyilván ilyen szökönt fegyenceknek, akkori bűnözőknek, ugye a vadnyugati időkben. És idáig, tehát ilyen Amerika mítosza bejön a film végén, és viszi őt egy ilyen kisvárosba. És azért... És látunk egy egész életet a film utolsó 5 percébe, hogy a szökött Monty családot alapít, és ott álnéven él, hamis személyigazolványt, vagy ilyen hamis papírokat csináltat magának, és gyerekei lesznek, és öregkorában elmeséli az unokáinak az életét. És én komolyan azt gondoltam, hogy ez így is történik a filmben, és aztán képzeljed el, megnéztem, amit nem kellett volna, de lerombolt bennem egy illúziót, megnéztem az audio kommentáros változatot, ahol nem a rendező, hanem az író, David Beinhof audio kommentárját hallgattam végig, aki elmondja nekünk azt, hogy bizony a film végén az apa Montyval nem nyugat felé, hanem az Otisville börtön felé kanyarodik ezzel az autóval. És mondta is az író, David Beinhof, hogy az ő anyja megkérdezte tőle, hogy de hát könyörgöm, aki nem New Yorki, és nem ismeri New Yorknak a szerkezetét, meg az autópálya rendszerét, az honnan fogja tudni, hogy mi a film vége? Hogy Monty börtönbe kerül? Vagy Monty nyugatra szökik? És erre mondta az író, hogy nem tudom. Akkor annak nem derül ki. Konkrétan audio kommentár nélkül ez a film nem is igazán értelmezhető. Mert azt látjuk, miután ez az alternatív történet 5 percben lejátszódott, tehát az ő alternatív jövője, ami lehetne, vagy talán meg is történt, a fene tudja, utána azt látjuk, hogy összeverve azért ül ott a kocsiba. Előtte ugye erről nem beszéltünk, egy barátjával összevereti magát, hogy kemény fiúnak tűnjön a börtönbe, mert ez az egyetlen esélye, hogy esetleg életben maradjon. És a múltjuknak mennyi fájdalma, mennyi keserűsége, mennyi frusztrációja, mennyi ki nem tombolt feszültsége vezetődik le abban a verekedésben, vagy inkább verésben. Utolsó találkozásuk. Na, szóval visszatérve a problémára, tehát látjuk ezt az alternatív jövőt, de az utolsó kockák a filmbe, hogy ül az autóba. Tehát az sugallja, hogy... És a New Yorkiak tudják, és csak... egyedül a New Yorkiak tudják, hogy Otisville felé kanyarodik az autó. Miért? És ezt nem tudom fölfogni. Miért nem szökik keletre, vagyis nyugatra? Miért? Te tudod? Nem. Sőt, fizetni akar a bűneiért? De várjál, én nekem a film végén, mint hogy nem vagyok New Yorki, nem volt világos az egész, és én azt hittem, még most el nem mondtad ezt az audio kommentárt, én azt hittem, hogy egyszerűen tudatosan, szándékosan a rendező nyitva hagyta. A forgatókönyvíró és a rendező nyitva hagyták a sztorit. Vagy, tehát egy ilyen, mint a kvantummechanikában, egy ilyen komplementer valóság van. Tehát megy, nem megy egyszerre. És döntsük el mi, hogy igazából menjen-e a börtönbe, vagy ne menjen a börtönbe.
hogy képzelt valóságról van szó, vagy pedig valóban menjen börtönbe. És én ezt zseniálisnak tartottam, picit egyébként így lerombolódott bennem, hogy ez csak a New York-iaknak szóló rejtjelvény. Én bennem annyira lerombolódott, hogy miután megnéztem ennek a DVD-nek az audio kommentárját, utána másnap én ezt a DVD-t oda ajándékoztam egy barátomnak. Tehát, hogy azért remek film. Hát egy csodálatos film, csak ez egy akkora fájdalom az én számomra a végén, hogy ott van az apja, aki meg akarja váltani őt, és ő nem kéri el a megváltást a végén. De miért? Szerinted miért nem? Mert én nem tudok, én tényleg másra, nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy... Nem akar bűnhődni. Nem. És nincs magyarázat. Nincs magyarázat. Lehet, hogy a tehetetlenség. Lehet, hogy nem tudja otthagyni New Yorkot. Gondoljunk bele ebbe az egész nagy átok folyamba, amit itt hallottunk az előbb. Amit ugye Ellen Ginsberg verséhez hasonlítottam. És a végén megjelennek a New Yorki népcsoportoknak, illetve ezeknek a szubkultúráknak és gettóknak az arcai a filmen, ahogy viszik őt a börtön felé, és mindenki mosolyog rá. Lehet, hogy erről szól az egész, hogy nem tudja otthagyni, nem hagyhatja ott New Yorkot. Ez ugyanolyan halál számára, mint hogyha börtönbe agyonverik. Megértettem, hogy az, amit ez idáig én elnyomásnak tekintettem... Magic a Belenszky. ...értelemben. Állok az ember. Dögöljön meg a legjobb barátom Francis Slaughtery, aki engem lenéz, mégis a barátnőm két bámulja. Dögöljön meg Natural Rivera. Megbíztam benne, ami aljas a hátba döfött. Elárult engem a rohadt ribanc. Dögöljön meg apám a végtelen gyászával, ahogy szódát kortyolgatva a pult mögött viszkivel itatja a tűzoltókat, miközben a bronxi csapatnak szurkol. Dögöljön meg az egész város az Astoria sorházaitól, a park sugárúti luxuslakásokig, a bronxi lakótelepektől a Sohoig, az Alphabet City sikátoraitól a Park Slope téglaházakon át a Staten Island-i gégigig. Döntseromba egy földrengés, emészze fel a pusztító tűz, vagy támadják meg a tengerek, és mossák el ezt a rothadó, egyre terveszkedő patkánytanyát. Nem. Te dögölj meg, Montgomery Brogan. Mindened megvolt, de eldobtad. Te, béna f***! Kilenc pont az utolsó éjjel című filmnek. Nyolc.